Sziasztok, sákok! Itt vagyok Barbie-val egy chili kihíváson, amit nem tudja, hogy milyen súlyos lesz, de talán ez a legdurvább chili kihívás, amit ezen a csatornán láttok. Na srákok, az van, hogy ez a tál csirke szárnyit előttünk, körülbelül 1,5-2 millió értékű a Scoville skálán, úgyhogy hát Barbie, nagyon félek attól, hogy te ezt hogy fogod bedolgozni. Hagyjad már, sima. Nem fog ez menni neked. Szóval, ugye a Revolúciónak a csirkeszárnyevő versenyén vagyunk, amit ugye a Charity Chili Farm támogatott meg. A lényeg az, hogy vannak szabályok. Az első szabály, hogy ugye meg kell enni, nem lehet orrot fújni, lehet, törülközni nem lehet. A második legfontosabb szabály az, ahogy megettük ezt a tálat, 5 percig ülve kell maradni, és addig nem lehet se törülközni, se enni, se inni. Én most kinyitom előre. Ja, hogy isom ki? Nem. Azt hittem, kocintatni akar, hogy micsoda, ezt kinyitatja. Amelyik szimpatikus, azt választ ki. Nekem ő szimpatikus. Én félek. Na jó. Egészségedre! Nyugodtan, tiéd az első alaplás. Eddig volt nagy szád. Milyen bírom? Ugye milyen finom? Ha nem égne a lábujjam is, lehet, hogy még finomabb lenne. Ott azonban nincs. Tessék, ezt nézzek ti. Megkaptam a panírt! Nem csak a panírt! Nyap. Az elsőnél még annyira nem érzi az ember, a másodiknál már kéri az Isten segítségét, a harmadiknál meg már tudjuk, hogy ebben nem tud segíteni. Na jó, jöhet az innivaló, mert... Nem lehet inni, gyerekek, tényleg! Ez meg van tiltva, hogy ígyunk. Mikor lehet inni? Jó, hátfölt mind. Mi van? Hát igen, miatt. Mind és még 5 perc. És még 5 perc pihenni. De az csendben. Na, kap be! Mármint a csirkét. Ég a szám. Az komoly volt, amit bekaptál. Azon volt anyag. Bírod? Már így van, vagy? Szóval te elkezd szarulni. De most kaják, Marvi. Csípős volt. Menjél az orrad a levegő. Nem takarítja el a takony, vagy nem tudom. Gőd. Sírjak, nem tetsz, hogy mit csinálj? Nem kapok levegőt. Csak hogy leesetek, hogy tényleg a 104-et. De nem butog a sírjad! Jó. Nagyon sír. Szép jó napot! Érdeklődni szeretnék, hogy körülbelül egy 2 millió egység, Scoville egységű chilit ettünk, és a hölgy, aki velem van, nem igazán bírja és elritólag fullad. Mit tudunk ilyenkor tenni? Most küldjenek rohankocsit? Most komolyan? Akkor viszont igen, akkor kérünk kocsit. Rendben van, már jött is a kollégákat. Rendben, köszönöm szépen. Viszont hallásra. Köszönjük. Azt mondták, kitartás, mindjárt jönnek. Barbie, jól vagy? Most... Figyelj, beszéltem a mentőket, jönnek igen. Eljöttök valami tejet, vizet, bármit! De nem ide hozzám, akkor adjál meg valami vizet! Na Barbie, jobban vagy? Hú. Azért durva vagy, de picit megijedtem. A lényeg az sem, hogy végül nem jött ki a mentő, mert visszaszóltunk, hogy túlélte a Barbie. Én mondtam, hogy ezt nem fogod annyira bírni, mint én, hogy én bírom. Folytassuk. Mi van? Nem fogsz legyőzni ebben. Hát majdnem elvitt mentőhelikopterrel az országos mentőszolgálat. Tök mindegy.
ez volt az egy, ugye? Biztos? Jó. Akkor legyen neked az a segítség, hogy te már használhatsz ilyen tejföl. Uh-huh. Szerintem egyszerre lenyelted az egészet. Szokásom. Jó. Büszke vagyok rá, hogy túlérted. Végre, ezt is megértem. Most sem vágott bele. És itt van, valamiről leesett így a panír. Teljesen meg. Ez halál. Tehát gyakorlatilag a fájdalomnak a forrása ez. Szerintem érzi sem bírok. És most 5 percig nem lehet se inni, se semmi. Én neked adom, figyelj. Tényleg. Én legyenem az ujjamból. Az már, 5 percig most így kell pihennünk. Csoba leesett a pagyra, azt mit betoltál most? Gyere már, nyílj már ki! Na jó, te kapod először. Ilyenkor a szemedben ne nyúlj bele. Idegszak! De a tiédbe belegyúlhatom? Léci! Van joghurt, van tej, van sajt, van itt minden gyerek. Amikor rosszul voltam, egész jó volt. Micsoda? Ah. Most a sajtba beleharapnék szívesen, és fogok is. Egy harit, Tom és Jerry ajánlásával. Mert ne, ja, takonnyal takarítom. Fúj! A taknyos zsebivel törlöm a szával. Kölyök, nem kaptál levegőt? Semmit. Hát akkor hogy levegőztél? Kölyök, nem kaptál levegőt? Nem. Akkor hogy levegőztél? A fülemen átbattod? Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, kompenzáljátok Barbie-nak a fájdalmat. És ha sejjön, aki esetleg még nincs feliratkozva, az iratkozzon föl. Sziasztok! Can we do more kazoo? Special friend.